harmadik ciklusomat kezdem meg a városba polgármesterként, ugye ez is újszerű, mert ilyen hosszú éveken keresztül kecskemétiek nem szavaztak bizalmat egy polgármesternek. Nagyon hálás vagyok érte, borzasztóan köszönöm ezt a támogatást és ezt a szeretetet, amit az elmúlt években, évtizedekben kaptam, és ez úgy látszik, hogy kitart. Meghálálták azt a munkát, amit tisztességgel, őszintén végeztünk a városért, a kecskeméti polgárokért, és az az óriási eredmény, hogy az egyéni körzetekben is nagyon nagy sikert arattunk, hiszen olyan körzeti képviselőink vannak, új körzeti képviselők, fiatalok, lendületesek, teli motivációval, teli energiával, nagyon jó közösségeket szerveznek, és ezt visszaigazolták a választópolgárok is, úgyhogy egy nagyon nagyvárosi fejlődésen keresztül ment Kecskemét, és ennek ellenére egy nagyon stabil, megbízható, kiszámítható város Kecskemét. Nem áll meg az élet, hiszen tovább kell lépnünk az infrastruktúrális fejlesztésekbe is. Nagyon nagy lépéseket tettünk, de amekkorát fejlődött az ipar, ahhoz még nekünk is fel kell zárkóznunk, és az otthonteremtésbe is szép eredményeket érünk el. Én azt gondolom, hogy ezt hálálták meg a kecskemétiek, hiszen kiváló lakókörnyezetek vannak, biztonságban tudhatják a gyermekeiket, és ezek a fő szempontok elsősorban a munkahely, a gyermekek, a családok, az otthonok fejlődésének megteremtése, békéje, és az infrastruktúrát az pedig mindig az egy ördögi kör, az annak nincs vége, de természetesen az kell még tovább fejlesztenünk, és abban kialakítani még nagyobb fejlődési potenciált. A mostani eredmény is azt mutatja, hogy a kecskeméti polgárok, a békepárti polgárok, és ők azt szeretnék, hogyha az a stabil, kiszámítható Kecskemét, amiben élnek, és amiért dolgoznak nap mint nap, az megmaradjon. Együtt dolgozunk, együtt érjük el ezeket az eredményeket, és együtt szeretnénk biztonságban tudni családjainkat és saját magunkat is.